a tornaterem kiépítését a magyar kormány támogatta. Eddig mintegy 500 ezer eurót fordított rá, a teljes befejezéséig még körülbelül 200 ezer euróra van szükség. Ez tulajdonképpen egy előfutára annak a programnak, amit a magyar kormány és a VMS együtt dolgozott ki, ami azt a célt szolgálja, hogy a nemzetpolitika megújulása 2010 után annak a szimbolikus fejezetét lezárva, amikor is a nemzethatárok feletti újraegyesítésének az első szimbolikus lépéseit megtettük. Az Emmaus fiú kollégiumot 2002-ben alapították. A kollégisták egymást látó nemzedékei azóta vágyakoztak a tornateremre. Ez a tornaterem nagyba segít rajtunk, mert tényleg nem tudnánk sportolni. Hát legtöbbször futballozunk, de szoktunk röplabdázni is elég sokszor. A padlózat az szivacsos, elasztikus jellegű, szóval ha futball közben is felbukunk, vagy akármi történik, nem sérül meg a bőrünk, fel van szerelve konditeremmel, pingpongterem, csocsóasztalok. A kollégium jelenleg 62 fiú második otthona. A szalízi rendszer, nevelési rendszer azt követeli, hogy a fiúkat vagy a gyerekeket tornáztatni kell, sportoljanak, szaladgáljanak, ugráljanak, ahogy mondtad a Moszkó, csak ne kövessenek el bűnt. Ez volt a célja. Az új tornateremben megtartották az első foci bajnokságot, amelyen az országgyűlés, a kollégiumi alkalmazottak, a diákok és a Muzsiai Császárkert csapatai vettek részt.